Hello. Micsoda fejlődés. Akkor üdvözöljük az Intim Torna illegál tagjait. A tavalyi koncertszínpadon, amiből idén egy kávéházat varázsoltunk. Fiúk, én már kérdeztem tőletek, hogy milyen volt az út, tegyetek még hozzá valamit. És mutatkozzatok, mivel hogy ez egy közönség találkozó, megkérlek, hogy mutatkozzatok be a közönségnek, jó? Oké. Nádasdi János vagyok. És nekem azért volt érdekes ez az út, mert amikor kicsi voltam, akkor nagyon sokat utaztunk ezen az úton, mivel a nagyszüleim nekem légy mellett laktak Sáróban, és Király Helmecről ezen a déli úton jöttünk végig. És igazából pont ezek a gyerekkori emlékek jöttek nekem elő, pont azt figyeltem, hogy egy csomó helyen, ahogy voltak ezek a kőbányák, így a fele így jártunk már. És rengeteg ilyen gyerekkori, egy régi Warburgunk volt annó. És körülbelül az 300 km anno, egy ilyen 12 órát tartott, hogy mi leértünk, volt egy-két ilyen motoreszt, ahol mi megálltunk a kis család, és nagyon régen voltam már. Hát ugye tavaly ezen, vagyis ezen az úton jöttünk, de azt hiszem akkor éppen esett az eső, és nem igazán lehetett látni azokat a dolgokat, amit akkor a gyerekfejjel nekem ezek így megmaradtak. Úgyhogy nekem ilyen picit ilyen retro volt ez az út most idefelé. Sziasztok! Gáros Ádám vagyok, amúgy. Gyerekkoromban itt laktam. Nem, amúgy én nem venném ilyen bőlére a dolgot. Nem vagyok bőlér. Hát szép útunk volt nagyon. Semmi extra, délbe indultunk. Nagyon siettünk, hogy ne késünk el. Szép voltak a... A dombok. Szóval te jössz. Nem, de tényleg nagyon jó kis utunk volt. Tényleg, én nem vagyok annyira nem is helyi lakos, mint a Jancsi. Mert ugye itt nőtt föl pár kilométerre. Nincsenek én gyerekkori emlékeim. De minden rendben volt, köszönjük. Hellóztok. Én vagyok a Dorogi Péter. Az a baj, hogy most nem tudtok bemutatkozni, pedig milyen jó lett volna. De hát erre van a backstage. Na, szóval, de jó polod van, ezért szeretek ide járni. Ez a második alkalom, hogy itt vagyok, és az elsőre is alig emlékszem egyébként. Azt tudom, hogy reggel 6:30 körül itt volt egy ilyen sátor, valahol arra, és ott volt egy diszkó. És volt benne karaoke. És amikor... Te ott voltál? Nem voltál? De ezt most veszed? CNN élő. Szóval ez a karaoke, ez 6:30 tartott. És aztán elindultam lefelé itt a hegyen. És közben felhívtam ugye a helyi lakos Nádasdi Jánost, aki... Reggel 6 órakor, azt eljük hozzá. Felhívtam a Jancsit, és mondta, hogy jöjjek el az egyik kereszteződésig, és amikor azt meglátom, ott forduljak balra. És hát elmentem az első olyan kereszteződésig, amiről úgy gondoltam, hogy kereszteződés, és mondom neki, hogy hát itt vagyok, lehet menni jobbra, ott van egy buszmegálló, meg balra is. Kérdezi a Jancsi, itt nincs buszmegálló, hol vagy? Hát mondom, hát itt lenne a kereszteződésben. De hogy, és mi van? Hát mondom azt, hogy vége. Vége van a falunak. Ja, akkor kire? És akkor az volt, hogy mondta neki, hogy gyere már el, értem, hogy soha nem fogok oda találni a szállásra. De végül is, tényleg elindult, nagy nehezen, mert a Jancsi nagyon nehezen ébredt, ahhoz képest, hogy helyi lakos. És szóval végül is, én már majdnem fenn voltam, és akkor úgy kijött egy ilyen, ez egyik ilyen sarok, hogy így kijött, és akkor bementünk, és lefeküdtem aludni. Azt hiszem akkor volt a 4-8, és a fiúk keltettek 7:30-kor. Hogy itt van a reggeli, állítólag nagyon finom volt, és sajnos nem tudtam lenni belőle. Még a Hánci néninek nagyon megköszöntöm, hogy befogadott éjszakára arra a 15 órára. Hát, és onnan elindultunk Szerbiába. Szóval most kifejezetten néztem az utat, hogy jutottunk el ide. Minden projekt megpróbáltam megjegyezni, és hogyha a reggel majd 7-kor megyek megint vissza a szállásra, ami állítólag már nem ott van, ahol tavaly volt, hanem 6 kilométerre innen. Lehet, hogy ez azért van, hogy ne maradjak itt reggelig. Ezt miattam csináltátok? Kösz szépen. Nem baj, a 6 kilométerre is meg fogok küzdeni. Kb. Olyan 45 perc alatt fogom lefutni, hogy reggel 7 körül. Sanyi? Nagyon-nagyon megható, és tényleg egy
Nincs valami kár. Életmű darabját hallhattuk. Tényleg egy olyan életmű, ami egy egész pályát ingyen állt. De azért azt én még hozzátenném, hogy a 4 óra magasságában, ugyanezen a hajnalon, ugyanezen az éjszakán, ugyanezen a helyszínen, zuhogó esőben, beszaladok egy sátorból, tele emberrel, hátizsák a csávon, mert csak rajta volt. Nem. És van, Peti! Megyünk a szállásra! Jó van, majd hívva! Nem! Most mondom a címet! Jó van, majd oda találok! Hallottál, hogy mi volt utána. Tehát, hogyha időrendbe tettétek, ez volt a 4 körül. Fél hétkor Jencit hívta, hogy akkor ott az én. Na szóval ennyi, egy kis Sándor vagyok. Nekem az úta kapcsolatban, az előbb mondtam a hölgynek, az volt, hogy tavaly arra emlékszem, hogy nagyon sokat kanyarogtunk, meg izé, és akkor ott az elején megálltunk, és már ott elakadt a busz. Meg hogy akkor a sár volt, és esett az eső, és ott abban a kis házikóban töltöttünk órákat, és pálinkáztattak minket, meg nagyon finom, vajas, kenyeres, olasz felvágott szalámis szendvicsek voltak, és imádtam. És arra emlékszem, nagyon csúszos volt a színpad, viszont a sors, vagy a jóisten kegyes volt hozzánk, mert aztán a beállásra elállt az eső, nyomtunk egy jó koncertet, és azt hiszem, az utolsó szám alatt kezdettem megint nagyon-nagyon esni az eső, de úgy nagyjából azért átadtuk, megúsztuk az esőt. Nekem ennyi volt így az első élményem ezzel kapcsolatban. Meg hát az ismerős arcok. Véletlenül intünk Tony Lane a pólóban. Akkor folytatjuk egy kérdéssel, amit elsősorban én fogok föltenni, de a közben szeretném kérni a közönséget, hogyha bármi eszetekbe jut, akkor ez egy közönség találkozó, úgyhogy jelentkezzetek és kérdezzetek. Fiúk, ti szinte berobbantatok a köztudatba az első kis lemezetekkel, ami a Hipnotizőr király volt, ugye? Utána rákiáltatok egy albumot is, a Cirkuszt, ami nagy-nagy-nagy közönség sikernek örvendett, és hogyha műfajilag nem tudom mennyire szeretitek a címkézést, gondolom nem, de hogyha műfajilag szeretnénk egy picit is jellemezni, akkor ez egy nagyon heterogén stílus volt akkoriban, amit képviseltetek, szóval volt ott elektronika, volt ott gitárzene, volt ott némi jazzes alap is. Wow! Reggae ska. Tényleg? Mindenféle. Hogy ez? Viszont most a legújabb lemezetek, az talán, mintha egy kicsit ilyen más irányba vesztetek volna vele. Nem? Hogy látjátok? Mintha az már inkább csak ilyen rockosabb lenne, valamilyen tisztább műfaj. Miért indultatok ebbe a rockos irányvonalat? Miért ezt választottátok? Tudatos-e ez? Mennyire? Valószínűleg igen. Ha azt mondjátok, hogy nem hiszem el nektek. Hát pedig nem. Pedig nem. Mint ahogy a Hipnotizőr király sem volt egyébként egy tudatos választás, ez se az. Tehát, hogy ezek így jönnek maguktól, így fentről az égből, meg össze-vissza mindenhonnan. Egyrészt befolyásolja a végső hangzást az is, hogy éppen milyen zenéket hallgat a zenekar, külön-külön mit hallgatunk, az is befolyásoló tényező. Másrészt hát az embernek az ízlése az úgy alakul folyamatosan, az ilyen hullámzó dolog. Egyébként ezen az új lemezen is például van a Mennyország kapujában, ami tök más hangzás, mint mondjuk az Éva Mendez, és közben mind a kettő játssza a rádió. Például nemrég föltettek egy ilyen kérdést, hogy az hogy lehet, hogy az Éva Mendez ennyire rockos, mert hogy az előző lemezünkről a Mennyország kapujában az nem olyan, és akkor mondták, hát nem, babám, ez is. ez ugyanaz a lemez, és hát szerintem ez csak azt mutatja, hogy ilyen sokszínűek vagyunk. Tehát valószínűleg, hogyha még ráraktunk volna erre a lemezre még 30 számot, akkor nem lett volna mindegyik ennyire rockos. Mondjuk az tény, hogy egy ilyen gitárhangzást megcsinálni, az egy nagyon nagy öröm. Ezt is szokták is írni, hogy már csak egy ilyen zenekar van Magyarországon, aki ilyen gitárhangzást meg tud csinálni az elmúlt 20 évben. És ez talán, ez ilyen tök jó érzés. Aztán lehet, hogyha ez megvan, szóval az ember megmászta a Himaláját, akkor már nem a Himaláját akarja megmászni, hanem a nem tudom, kraszna horkák is, és akkor valami mást akar csinálni, vagy éppen máshogy. És...
Szóval nem egy tudatos dolog, hanem ezek ilyen áramvonalak, amik így viszik az embert jobbra-balra. Meg hát egy ilyen koncertező zenekarnál nagyon nagy befolyással bír a közönség, és nem a közönségnek az elvárása, hogy beírnak, hogy miért nem írtok számot, nem tudom én, az adóhivatalról, vagy ilyesmi. Erre gondolok, hanem arra, hogy vannak olyan dolgok, ami működik a zenekar, tehát az Intim Torna illegál meg a közönség között, amitől így mindenki beőrül. De például ezt lehet így kicsibe is elképzelni, hogy van egy gitáros srác, mondjuk egy ilyen faszakis táborban, és akkor a tűz körül elkezd játszani számokat. És akkor nem mindegyik számmal tud csajozni. Csak hárommal, négyel, és akkor azt játsza inkább, csak. És a gyengébbeket azokat meg nem, mert arra azt mondják, figyelj, ne ezt játsz már, hanem a nem tudom én, mint a Petroleum Lampát. Vagy a... Nem mond ki. Mondom ki. És akkor ezt így a közönség, meg az zenekar az így együtt így végül is így kiválasztja, hogy az alatt a 35-9 perc alatt milyen számokat játszol el egy-egy koncerten. És az új lemez például nagyon... Szerintem, tehát ez csak az én most kis egyszerű véleményem, hogy ezt úgy erősen befolyásolta az, hogy mi az, ami működik. Tehát milyen hangzások működnek. És így színesebbé vált a koncert előadás, tehát úgy, hogy az új lemeznek, mivel más a hangzása, ez így tök jó kiegészíti a régi lemezt, amiket még nincsen annyira az úzós gitár, vagy az Ádám nem az új bubinga dobján játszik, hanem Tama Star Classic-on. Igen, tehát hogy ezek is számítanak. Egyébként, amit most megkérdeztek, azt általában mindig megkérdezik tőlünk, tehát ez egy ilyen klasszikus standard kérdés, de egyébként tök jogos. Csak, tehát hogyha a Hipnotizer király kis lemeztől elvegyünk mondjuk a cirkusz, aztán a kísérlet lemezig, akkor azért a hanganyagok, vagy a felvételek, vagy a lemezek, ahogy ezt szokták mondani, abban egyezik, hogy tök ösztönös, próbateremben készültek, és tényleg egy ilyen, tehát leülünk és zenélünk, és akkor abból írunk dalokat. Viszont annyiban volt a különbség a két lemez között, hogy az első lemezt, a cirkusz lemezt, az kb. 10-12 nap alatt kellett megcsinálnunk, és január elején kezdtük el, és 22-től a zenekar koncertezik. És utána aztán megcsináltuk a lemezt. A kísérletlemezre meg azért már volt időnk, már tapasztaltabbak voltunk, és hát 28 gigabájtnyi zenénk volt, próbatermi zene, amiből választottuk ki a 11 dalt. Tehát, hogy az előbb is a Peti mondott, itt azért a választás az, hogy milyen témák és hogy amire gondoltuk, hogy erősebb dal, meg jó dal, azért ebben már kicsit megfontoltabbak voltunk. És szerintem a kísérletlemez az annyiban lett egy kicsit más, hogy volt időnk, aztán egy picit át tudtuk gondolni, volt időnk arra, hogy a stúdióba dolgozzunk, meg azért azért nagyon jó volt, hogy mondjuk megcsináltuk, mondjuk 70-80%-osra, és akkor meg tudtuk hallgatni, kicsit érlelődött, és akkor bementünk a stúdióba, és akkor azt mondta az Ádám egyébként, akkor ezt szerintem nem úgy, vagy mondjuk a Peti vagy én, és akkor ezt így lehetett akkor még forgatni. És akkor végül is így született a kísérletemhez. Visszatérve egyébként azért a gitárcentrikusság azt szerintem jellemzően közelőbb mondtad, hogy elektronika, meg jazz, meg minden, tehát szerintem inkább a gitárcentrikus zene ez. Tehát hogyha most ilyen kategóriákba szeretnénk belemenni, akkor inkább tényleg az dominál. Ennyi. Ennyi és nem több. Ez merre? Ez van nagyon. Tehát a zene és az, ahogyan megfogjátok a közönséget a koncerten, és nem szó szerint képletesen, nagyon-nagyon jól működik nálatok. Milyen mértékben járul ehhez ez a harmadik faktor, hogy mennyire tudatosan építitek ti meg a zenekar arculatát? Például rengeteg jellemző rátok, hogy mindig valami szuper szerkokban jöttök a színpadra. Igen. Adom itt ezt. Jó. Abszolút erre figyelünk, és elég komolyan foglalkozunk ezzel. Sanyit csinálja a menedzsmentet, és gyakorlatilag ő tudna majd bőven erről beszélni, de maga az, hogy a zenekarnak arculata van, a legelejétől kezdve, hogy mi színpadra léptünk, arra figyeltünk, hogy nem, hogy menjünk fel a színpadra, hogy nincsen gyakorlatilag egy fellépő ruhánk, és onnantól kezdve az összes váltásnál, amikor új programot indítottunk el, ugye most volt egy ilyen
tavaszi, téli kollekció, most nyára megint váltottunk ruhákat, és ez erre komoly profi embereket kérünk fel, hogy a személyiségünkhöz adódóan találjanak ki olyan, vagyis a karakterünknek olyan ruhákat, amikor felmegyünk a színpadra, az így egybe legyen, és gyakorlatilag a többi zenekaroktól egy picit így úgymond különbözzön, hogyha feltesznek minket a színpadra, akkor azt tudják, hogy az Intim Torna jelegál. De ugyanígy van a fényekkel és egy csomó mindennel. Egyébként abszolút így van, ahogy a Jan mondja. Annyiban végülis szerintem összefoglalva arra szeretnénk törekedni, hogyha bárki bárhol meglátja az Intim Torna jelegál zenekart, akkor mindig azt a produkciót lássa, vagy azt a koncertet, amit mi szeretnénk láttatni, tehát amit mi szeretnénk közvetíteni. És ez csomó minden hozzá tartozik, például most, ami a lemezborítón van, az ITI, nem tudom mennyire láttátok, tehát az nem Photoshop, hanem tényleg azok 2 méteres betűk, és hajnali 4-kor cipeltük föl egy ilyen kis hegységbe, és akkor ott fotózta le egy fotós, és azok világítanak általában a színpadokon, és az volt a tervünk, hogyha ezt kitaláltuk, akkor visszük minden az utolsó klubba is, és a Sziget Fesztivál is, meg bármelyik fesztivál is. És akkor azok a ruhák, amik a lemezben, tehát hogy minden csatlakozzon mindenhez, és akkor amikor mondjuk valaki fölmegy az internetre, megnézi az oldalunkat és látja, hogy ott vagyunk ruhában, meg hogy fellép minden, akkor azt a világot visszakaphassa mondjuk a koncertjeinken. De hát nyilván aztán nem azt a világot kapja vissza, hanem azon nagyon-nagyon csavarunk. Tehát hogy onnantól fogva aztán szerintem magunkkal ragadjuk az embereket. Úgyhogy próbáljuk, hát hogy mondjam, lehet, hogy ez ilyen hangzik, de hogy egy ilyen, ami tőlünk telik, a maximálisat nyújtani, amit tudunk adni a közönségünknek. Ennyi. Emellett, hogy nagyon ügyeltek rá, hogy meglegyen ugye ez a fazonja a zenekarnak, mennyire kell odafigyelnetek arra, hogy mint alapvetően alternatív zenekarként ne szippancson be magába ez a mainstream könnyű zenei forgatag. Mennyire figyelnek? Hogyan figyeltek, vagy milyen módszereitek vannak arra, hogy kivédjétek? Ja. Erről nemrég beszélgettünk. Nem. Hát kétféle tábor van. Az egyik az, aki azt mondja, hogy Magyarországon nem megy az alternatív zene. Én meg abban a tábornak tartozom, ahol azt láttam, hogy most a magyar alternatív, magyar, egyáltalán nem, mondjuk azt is mondod, hogy angol, szász vagy magyar, tök minden nyelvű alternatív zene, az így a fénykorát éli. És például az egyik, az a Quimby és Marsomulék pontosan, az a népdal feldolgozás. Mert az nem hogy a Quimbynek van ez a számolás, hát azt szerintem annál alternatívabb szöveg a világon nincsen, most nem is tudnék elő kaparni sem onnan. És ugye egy olyan évet futott be, tehát hogy feljutott a csúcsra, szerintem ott van a Kispár és a Borz, amelyek most szünetelnek egy kb. 3 évig. Szerintem az is nagyon atomzenekar, nem még milyen ilyen alternatív zenekar, ott volt a 30Y vagy a Vatfrutti, Péter Fibori, a Punani Masszívnak ez az őrült szövegelése, ennyi szöveget szerintem csak olyan tud írni, aki alternatív környezetben mozog éjjel-nappal, tehát nem egy ilyen mainstream arcok, senki. És közben most ez az alternatív vonal került mindenhol a nagy színpadra. Szóval, ha lehet mondani, akkor most az ilyen fesztiválokat nézve a mainstream, az totál az alternatív zene. Hát szerintem ez ilyen lehetett régen, 93-4-ben a Nirvana, amikor egyszer csak pif bejött, és mindent lezúzott maga körül, és a Kurt Cobain lett az ikon, aki aztán gyorsan meg is halt persze. Szóval én azt nem gondolom, hogy itt most pont védekezni kéne az ellen, hogy jaj, beszippancson a mainstream, hanem pont rohadtul élvezni kell azt a helyzetet, azt a szituációt, hogy most az emberek, vagy nem tudom, most pont erre nyitottak, és hogy az alternatív zenekarok kerültek előtérbe az ilyen egyszerűbb szövegeléssel és egyszerűbb információkat közlő zenekarokkal szemben.
és ez tök jó. Szerintem a Quimby például az így így utat nyitott. Tehát egy tök jó utat nyitott az ilyen fajta szövegeknek. Mert azért magát az alternatív zenét, azt, vagy az alternatív zenekarokat a mainstreamtől, az főleg a szöveg különbözteti meg. Tehát általában a zenéket ugyanazokkal a hangszerekkel játsszák, legfeljebb több a torzítás a gitáron, vagy kevesebb, de a szöveg az, ami megkülönböztet mondjuk egy Zorántól, Brodytól, vagy a Tankcsapdától, vagy az Intim Tornától. Én csak arra reagálok, hogy tehát mi mennyire ügyelünk erre. Az a nagy helyzet, hogy amióta megalakult ez a zenekar, mi pontosan azért arra ügyelünk, hogy amik mi vagyunk, meg amit mi csinálunk, az viszont totál ösztönös legyen. Tehát, hogy ez totál az legyen, hogyha mi annak ellenére, amit elmondtunk, tehát, hogy vannak alap dolgok, amiket persze az ember az, hogy tehát a technikai, viszont ott van most így mondjuk a művészi, vagy mondjuk úgy mondanám, hogy mondjuk a zenei, vagy ez az, hogy mi felállunk a zenünk, onnantól fogva nincsen olyan, hogy most nekünk minek kéne megfelelni, ez most mainstream, ez most underground, ez most kinek, hogy nem. Ez az Intim Torna illegál, és mi ezt tudjuk, és mi ezt szívből tesszük oda, és aztán innentől fogva egyébként, hogyha a zenekar játszik egy falunapokon egy sátorba, az Intim Torna illegál, akkor is Intim Torna illegál, és ugyanazok a dalok mennek, és akkor is a Mennyország kapujában van, és akkor is ugyanolyan, mint amikor bármelyik más idézőjelbe téve underground fesztiválon játszik. Úgyhogy szerintem, és alapjában szerintem a zenekarok nagy része, vagy legalábbis akik, tehát ezekkel nem érdemes gondolkodni, mert ezt a közönség és szerintem az idő meg az élet ezt irányítja. Hogyha ezt te elkezded irányítani, akkor tehát mi nem akarok lenni, én nem akarok az lenni, ne, ilyen nincsen. Tehát hogy az van, hogy nem, mi zenélünk, ez az Intim Torna, na figyeljetek, ennyi. Tehát hogy ezt szerintem nem kell irányítgatni, mert ez, hogyha olyan, meg szóval, hogy mondjam, mindenki megtalálja a saját közönségét és utat tör magának. Úgyhogy szerintem ez így működik. Közben tekintek ki a közönségre, vannak kérdések, kérdezzetek, legyetek bátra. Akkor közben említetted, hogy nagyon-nagyon sok múlik a dalszerzés, főként a szövegíráson. Ja. Hogy működik ez nálatok? Hát ezt bár kell tudja mondani, Jancsi, hogy működik. Mondjad. Van egy kicsit beszélj, helyi vagy. Mondjad. Akkor beszélek, mert még nem nagyon beszéltem. Ja. A számok próbatrendben születnek általában, tehát nagyrészt nem úgy működik nálunk, hogy tehát ez egy zenekar is jó értelem bevéve a szót, hogy lemegyünk, jammelünk, próbálunk, játszunk, és általában fölvesszük, van egy ilyen jó kis szerkezetünk. Felveszük az egészet, és a legváratlanabb pillanatokban születnek a legjobb ötletek, meg a legjobb ilyen számkezdemények, és ezeket aztán később előveszük, és mondjuk egy számmá gyúrjuk, hogyha úgy veszük észre, hogy ebből lehet valami. A szövegekért pedig a Peti a felelős, tehát vagy hoz egy szöveget, és arra lesz egy szám, vagy pedig csinálunk egy tök jó zenei alapot, ami nagyon jól működik. A Peti felének lidott a próbán valamilyen szöveggel, általában erre neki van egy tök jó nyelvezete. Igen, nagyon vicces amúgy, ha meghallanátok pár számnak így a kezdeti szövegét, ami mondjuk magyar sem, meg mondjuk angolul, tehát ilyen érdekes. Igen, egy ilyen nyelvek keveréke. Lényeg az, hogy jól szóljon. Aztán ezt ő otthon kidolgozza. Aztán a stúdióba felének lidott. Szóval a dalokat együtt csináljuk, együtt dolgozunk rajtuk, és a szöveget pedig a Peti írja. Igen. Valaki? Még valamit. És egyébként az a furcsa, ami nagyon-nagyon jó dolog, és azért a zenére is teszélyre érdemes csinálni, hogy például az új lemezen is volt egy csomó olyan, hogy a szövegekben, hogy ahogy odaállt a Peti, és azonnal elénekelte, tehát van itt több ilyen refrén, amit így azonnal elénekel. És ezt átirogatta meg minden, és mindig az lett a jó, és akkor mutogattam a Peti, basszú, itt van a király dolog, tehát a stúdióval figyelj, betettük, és ott az a demo, ami recseget ropogott, és ott volt a szöveg az, ami.
Tehát, hogy annyira fura, hogy az embernek egyébként hogy ösztönösen, és ugyanígy a zene is. Tehát, hogy ami jön, ami először beugrik, és az kijön belőle, aztán utána az forgathatja, de aztán mindig kiderül, hogy az egyébként, ami így jön, tehát az lesz az igazi. Tehát azért volt így pár, aztán persze nyilván ezt aztán gyúrjuk erre arra, de például én emlékszem a szövegekre is, hogy refrének így nagyon sok született. Tehát, hogy azonnal kiráztak is ujjából, aztán az is lett. Úgyhogy én csak ennyit tudok mondani. Magyarországot meghódítottátok, itt az élő bizonyíték arra, hogy Szlovákiát is, legalábbis Dél-Szlovákia magyar laktavidékét egészen biztosan. Készültek-e kijebb határokon túlra? Készülünk, mert éppen holnap után fogunk majd fellépni a Félszigeten, Kolozsvárot, úgyhogy elég rendszeresen járunk ki Erdélybe is, és ott nagyon-nagyon-nagyon óriási és sikeres koncerteket sikerül mindig abszolválni, rengeteg-rengeteg rajongók van ott. De ezen kívül igazából jelen pillanatban az a nagy külföldi, hogy mondjam, kikacsingatás, amit úgy általában megkérdik tőlünk, vagyis megkérdik a újságírók, hogy mennénk-e külföldre, mikor megyünk külföldre. Hát mi játsszuk a zenét, igazából jelen pillanatban Magyarországra, erre a környékre fókuszálunk, és itt adunk sikeresebbnél sikeresebb koncerteket, aztán majd ugye a jövő mit hoz, azt meglátjuk. Egyébként tényleg ez egy ilyen, már lehet, hogy ez egy ilyen bevett újságírói kérdés, de mondjuk az én részemről azt szoktam mondani erre, hogy én azt az energiát, hogyha nyilván megkeresnek és azt mondják, na Intim Tourna illegál, jöttök Franciaországba turnézni? Persze. Jöttök Berlinbe turnézni vagy Németországba? Persze. De alapjában véve inkább én azt látom, meg hogy azokon a részeken, vagy Magyarországon, vagy a magyar lakta területeken, tehát hogy azt az energiát, amit mondjuk esetleg mondjuk egy tényleg nyugatabbra lévő országba, azt most egyelőre ide szeretnénk fordítani. Tehát, és akkor tényleg energiát is, meg úgy inkább tényleg akkor megyünk körbe, turnézunk, és mert hát azért mi mégiscsak, nekünk ez a nyelv, éppen a Peti tudja jól, hogy azért ez a mi nyelvünk, és aztán azért ez mégiscsak magyar nyelven szólna a legjobban szerintem. Úgyhogy aztán marad a magyar közönség. Marad a magyar közönség, és mondtátok is, hogy ahogy látom többé-kevésbé, ti nagyon elégedettek vagytok azzal, ami zajlik most Magyarországon, ez az alternatív zenei szintér. Vannak viszont zenekarok olyanok, amik lehet, hogy több publicitást hogy igényelnének, és ha kapnának, akkor nagyon jó dolgok lehetnének belőlük. De egy példát mondanám? Vagy én mondjam? Én mondjam? Lehet, hogy kíváncsi vagyok, mire gondolsz. Milyen zenekarra gondolsz? Nem gondoltam. Hát az, hogy... Hát itt én különbséget tennék olyan zenekarok között. Vannak élő zenekarok, meg vannak olyanok, amiket így a tévében nézett az ember. És akkor mondjuk van egy videóklipjük, vagy akár még jól is néznek ki. De hogy ahhoz, hogy egy zenekar... A zenekarra elkezdjenek járni emberek, és aztán rajongótábor alakuljon ki, akik aztán folyamatosan újra és újra megjelennek, és aztán a szöveget is eléneklik, az időbe telik. Rengeteg olyan tehetség van, akik összeállnak mondjuk egy zenekarrá, de nem bírnak együtt játszani. Tehát maga az a zenekaros díj, az eleve egy olyan játék, ami ugye itt van négy különböző srác, van még négy másik ember, aki dolgozik velünk folyamatosan, akik biztosítják a technikai hátteret, vagy itt van a Sanyi, aki például a technikai háttérnek a teljes megszervezését biztosítja, vagy azt egyáltalán, hogy minket összeszedjen. Aztán ez csak a technikai dolgot, vannak az emberi dolgok mögötte, hogy mi hogyan tudunk együtt dolgozni. Tehát gyakorlatilag azon kívül, hogy együtt zenélünk, és hú, de jó, hát fiúk, hát ti a hobbitokból éltek, jaj, de jó fejek vagytok, az oda is kell érni. Tehát például van a Jana, neki van melója, amikor próba van, akkor jönnie kell. Vagy néha mi áldozzuk be azt, hogy jó, akkor dolgozik, és akkor ő nincs ott. De egy csapatnak mindig együtt kell lennie folyamatosan, és akkor ezeket az emberi problémákat is át kell hidalni. Tehát, hogyha én most azt mondanám, hogy igen, itt van egy XY zenekar, akire érdemes lenne odafigyelni, vagy több publicitást is kaphatna,
most már így, ahogy nézem így a szervezőket, vagy akik eldöntik, hogy egy zenekar mennyi publicitást kapjon, azok kicsit bizalmatlanak a zenekarokkal szemben, pont azért, és még ez még velünk is így volt, amikor megalakult az Intim Torna Illegál, tehát még mi is mostak a két és feledik évben lettünk nagy színpadosok, mert azt mondták, hogy jó, meg van egy lemezetek, meg minden, tök jó bulit csináltok, mindenki szereti, de meglátjuk, hogy jövőre feloszlatok-e vagy sem. Tehát, hogy azt a bizalmat, azt meg kell, hogy szavazzák azok az emberek, akik az ilyen dolgokban döntenek. És hát rengeteg zenekar, szerintem 100-ból 2, ha eljut oda mostanában, hogy együtt maradjon és együtt tudjon dolgozni, és ne cserélgessék az énekeseket. Nálunk is volt egy csomó előzenekar, most már nincsen, mert 3-ból 2 előzenekar az koncert előtt 2 nappal lemondta, hogy előzenekar legyen, mert összeveszett az énekes a gitárossal, mert csókolózott a basszerossal, hogy érted, szóval ilyen... Ilyen banális ügyek. Hát és egy ilyen zenekarban ezeket félre kell tenni, és hát ezért jó az, hogy emberileg is együtt kell lenni, tehát meg kell bocsájtani a nagy kihágásokat, meg nem tudom mi. Például a Jancsi kijön értem reggel. Egy fesztiválat, igen. Meg ilyenek, igen. Tehát mindenkinek van valami beütése. Például az Ádám nem szeret liftezni, egyszer voltunk Amerikában együtt, a 33-on laktunk, és egy gyalog közlekedett a 33. és a földszín között. De mi ezt találtuk? De igen. Tudomásul. Hát, hogy ez egy ilyen dolog, aztán nyilván ez majd... Hát ez hozzá kell szokni, minden, szóval egy valaki türelem. Nem. De a cuccomért felvitték liftel. Úgyhogy Ivan and the Parazol. Azt gondolom, hogy ez egy olyan zenekar, akire érdemes odafigyelni. Hogyha magyarul is fognak majd szöveget írni, akkor válik majd érdekessé. De hát itt is az van, hogy most már így látszik rajtuk, hogy tök jók, meg minden, de még mindig angolul erőlködnek. És ilyet is láttam már sokat. Tehát, hogy tök jól játszanak, angolul még a kiejtés is szuper, de aztán a kezdeti nagy lelkesedés a közönség felől, tehát az érdeklődés, hogy hú, de jó, na mi lesz belőlük, és akkor várnak, elték egy év, és mégsem. Úgyhogy remélem, hogy azért, hogy ők kapcsolnak, és tényleg azokat az embereket fogják megszólítani majd az zenéjükkel, akik járnak is rájuk. Tehát nem pedig belekezdenek valami fura dologba. Még annyit betűzni, hogy ott szerintem egyébként, ahogy mostanában mondja, mindenkinek áll a zászló. Tehát, hogy szerintem ez az, hogy most ki mennyi publicitás, meg ki hogyan, meg hogy ki mit, mondhatom a zenekar nevébe is, hogy mi úgy csináljuk, és szerintem minden egy szakmában úgy van, hogy mögé kell állni, aztán csinálni. És azt tényleg lelkiismeretesen. És itt állunk is azon a zenekarban, hogy ami a szerep, ami rá van azt a szerep, azt lelkiismeretesen megcsinálja, és akkor az működik. És szerintem a zenekaroknál is ez van, hogy tehát, hogy mindenki megkapja azt a publicitást. Sőt, most Magyarországon szerintem én legalábbis azt látom, hogy, és most itt megemlítem tényleg az Ember 2 rádiót, tehát hogyha az ember azért, tehát hogyha ott van az a dal, ott, és akkor az előbb-utóbb az ott átmegy, vagy hogyha ott van azért, akárhogy is biztos mond nektek valamit, az, hogy internet, tehát hogy azért ott is azért ilyen YouTube, meg szóval a közösségi csatornák, tehát azért itt lehetem, tehát hogy azért 10 évvel, 15 évvel ezelőtt én emlékszem rá, hogy volt egy kazetta, és azzal mászkáltam. És akkor mutogattam egy decken az embereknek a klubokba, hogy mi ez mi, és persze több gagyi volt. Szóval, és most meg egy kattintással meg tudod nézni a zenekart, és ugyanezt a fegyvert kell visszafelé használni, hogy egy viszont több kattintással te nagyon-nagyon jól tudsz előre menni. Tehát szerintem ez csak egy ilyen hajlandóság kérdése, hogy az ember hogy csinálja. És akkor szerintem ez működhet szerintem. És nálunk egyébként az van tényleg, hogy nap gondolkozunk, meg csináljuk, hogy legyen, meg hogy lesz ez jó. Jönnek az ötletek, és akkor szűrjük az ötleteket, hogy akkor mi az, ami életképes, mi az, ami nem, milyen fények. És akkor, mert ez a munkánk, tehát hogy... És akkor szerintem így tud működni. Kérdeztek-e kérdezzetek? Kérdezzetek. És a cipő, ami... Ja, semmi. That's why
Akkor kérdeztek magatok? Ja, én kérdezek tőle akkor. Egyébként nehéz, nagyon nehéz titeket interjúoltatni, mert hogy mindenre rávágjátok, hogy ez nem így van. Nem igaz. És nehéz... ez nem így van egyébként. Hát ez nem így van. És épp ezért kockázatoshoz fogom megkérdezni, hogy mik lesznek a jövőbeli terveitek, hiszen nálatok nagyon sok múlik a spontaneitáson és az ösztönösségen, ugye? Szóval mik a jövőbeli terveitek? Na! Ennek az alapja az az, hogy a spontaneitást az csak akkor működik jó, hogyha a keretek közé van szorítva. Hát igyekszünk olyanok maradni, mint amilyenek most vagyunk. Spontánok és eredetiek és őszinték. És a keretekről, erre azt szokták mondani, hogy a határidő az meghozza az ihletet. Tehát az így meghozza az ikletet, és ez mondjuk nálam 200,000%-osan is dominál. A keretekre szerintem a Sanyi fog beszélni. Ugye? Jó. Egyébként tökre igaz, amikor csináltuk a kísérlet lemezt, egy évvel ezelőtt kezdtük el. Vagy a cirkusz. De a kísérlet lemeznél volt, hogy oda mentünk, az Ádám felrakta a dobot, és másfél nap alatt. Tehát, hogy nem is egy 10-6-ig és egy 10-12-ig, ja, kb. Feljátszottam, akkor utána egy kis molyolás másnap. Én is feljátszottam, és akkor és akkor Peti, mondom, Peti szövegek, hát több, már, de miért? Hát gyere már gitározni, hát már, de hát még az volt, nem, hát tök hamar végeztük. Ja. De akkor, jó, és akkor mutattuk az naptár, minden, és egyébként tényleg elkészült. De azért ezt mondjuk az utóbbi 10-15-20 év zenélésből meg így mondjuk azért ezt kell tudni, hogy tehát a stúdió előtt azért egyrészt van egy ilyen frász, hogy akkor hogy lesz meg minden, másrészt meg azért nincs minden kész. Tehát hogy azért ott láttunk már többször tanulni voltunk annak, és most nem mondok neveket, hogy hú, te figyelj, mi legyen a második rész, tehát hogy abszolút nem tudok semmi. Ja, és, de egyébként tehát, hogy mondjam, tehát kellenek a keretek, de alapvetően tehát a zenekarnak az a zavolátlanság az biztos, hogy megmarad, és az mindig meg is lesz. De hát ami a jövő az, hogy most megint lesz egy őszi nagy turné, lesznek majd koncertek, elméletileg, ha minden jól megy, akkor lesz egy új dal össze. Úgyhogy így nagyjából ezek a tervek. Lesz-e új lemez valamikor, ha igen, akkor mikor? Vissza? Megpróbálhatjuk ezt megfelelni. Igen. Hát, ahogy mondta is a Sanyi, hogy ősszel talán, ha minden jól megy, akkor lesz egy őszám, és akkor ennek függvényén talán jövőre, tavasszal, nyáron, ősszel. Tényleg. Tavasszal, egy új lemez. De igazából ez, hát szerintem jövőre. Igen. Okay. Kérdések? Úgy látom, hogy a... Száporozni. Há, olvás van. Akkor én oda viszont. Abszolút. Onnan. Vagy rendoltos. Onnan esem. Szóval, hogy azt mondom, most ilyen klassz alterzenei közegben Magyarországon, hogy ez mennyire tett hozzá a Petőfélnek ez a változása, hogy elkezdte játszani a magyar alter zenét a Petőfi Rádió két évvel ezelőtt. Mennyit tett hozzá a zenekar? Hogy ez miatt is lehet, hogy ilyen sokan elkezdték hallgatni mindenféle fulem zenekar, most is akár. Abszolút. Hát a 30 szóval már vagy 5 éve elég. Egyébként... Igen. Tehát amikor indult az MR2 Rádió, akkor most el tudom mondani nagyjából azt a pár zenekart, akik akkor szintén, akikkel megindult, azt hiszem talán Péter Fibori volt, 30Y, Vatrutik, Sárga Zsiguli, akkor még mi volt, de így nagyjából ezek. És nem hogy jót tett, hanem tényleg egy olyan éhínséges, piaci rés volt erre, mert egyszerűen egyébként a közszolgálat rádió, ugye inkább hírek, vers mindenkinek, rádiószínhez, és csak a másik fele volt az, hogy ott meg aztán tényleg azok a nagyon, és mondjak nektek, ezek a nagyon popzenék, tudod, és a kettő között nem volt, és valójában nem merte bevállalni senki, és megmondom őszintén, hogy
hogy az MR2 rádiónak köszönheti nem csak az Intimtorna illegálon, hanem még nagyon-nagyon sok zenekar az, hogy egyáltalán megjelenhetett. Mert egészen odáig úgy igazán nem tudott megjelenni sehol, és azért azt tudni kell, hogy az MR2 az egyik leghallgatottabb rádió Magyarországon már. És azért most meg már megy a harc, hogy ugye mindenki mondjuk azért legalábbis meg tudja mutatni magát a rádióban, de most ezt jóval túlmutat az Intimtorna illegálon, hanem az tényleg, akik azt megcsinálták annak idején pár évvel ezelőtt, azért az inkább szerintem egy olyan küldetés, meg egy olyan sikersztori, hogy ott konkrétan megoldult ez széna, amit mondjuk most nevezhetünk alternatív underground, de konkrétan kinyílt a szeme az embereknek, hogy basszus, van ilyen is, de hát én ezt hallgatom a munkahelyemen egész nap. És tényleg ez van. És aztán ugye akkoriban az első fél év egy évben a többi rádió mindenki elkezdte beperelni az MR2-t, mert hogy a reklámok meg minden mentek oda, és akkor a kereskedelmi csatornáktól vitték el a reklámokat, meg a reklámidőket, és akkor ugye ez mégiscsak egy közszolgálati, de mégis úgy működik. Nem, itt jó zenék vannak ennyi. Tehát, hogy, és nagyon sokan vannak, hogy mi nem is hallottunk ezekről a zenekarokról idáig, és tényleg így volt. Tehát, hogy egy 30Y-ról vagy egy Péter Fiborikáról senki nem hallott előtte. Vagy legalábbis már 10 éve zenéltek, és egyébként nem jutottak egyről kettőre. De azért azt hozzáteszem, hogy viszont ennek az ellenpéldája is van, hogy nagyon sok zenekar van, akit nagyon-nagyon sokat játszott az MR2, aztán mégsem jutott el sehova, de hát ez meg már a másik félnek volt feldobva a labda. Tehát, hogy azért ilyen csak az MR2 játszástól elindul valami, de ahhoz még tényleg kell tenni egy csomó mindent. Az egyik legnépszerűbb rádió nagyon jó zenéket játszik, viszont utóbbi időben nagyon sok kritika éri, hogy mintha egy idő óta stagnálna, nem színesíteni a zenei palettáját. Ez a kritika csak azok részéről jön, akik nem jutnak be a rádióba, vagy szerintetek van-e valami olyan alapja, ami igaz, vagy amivel egyetértitek? Most bocs, aztán majd adom a többieknek. De én most például egy nagyon-nagyon-nagyon friss példát tudok mondani, és mondok zenekarnevet, és Ári Mafia. Most jelent meg a lemezük, talán a tavaszon, a nyár elején, és van egy nagyon jó számuk, én is szeretek, és az egész zenekar szeret, és azt nyomhatjuk a húzba. És akkor, hogy az MR2 rádió megjelent az Ári Mafia lemez, amire aztán tényleg nem mondhatjuk, hogy popzene meg, hogy tényleg, tehát hogy mögé álltak, de aztán még van pár, de most csak ezt tudom mondani például. És akkor van egy dal, amit tökre játszunk, és tökre szeretjük, akkor mi ezzel, tehát hogy... Értitek? Tehát, hogy akkor nekem ezzel abszolút nincsen gondom, mert hiszen, és ugyanez volt a Brainszel, és egyébként ugyanez volt november az Intimtornával, és azok a zenekarok, látom, tehát akiknek elkészül valami, egyébként ott van vasárnap, tehát én most mint zenei szemmel gondolom, ott van vasárnap egy ilyen újdonság, nem most mi annak a Vadona című sor. Én emlékszem, akármi barátom azt mondta, szerinted menjetek be, és már jövő héten lejátszották a dalaikat. Tehát, hogy azért mellette meg, én értem ezt a kritikát egyébként, de hogy mellette meg ott van egy olyan nyitottság, amit viszont meg, én nagyon örülök annak. Mert most én nem tudok ám más Magyarország más rádiót mondani, ahol odász a porter egy CD-vel, és azt mondta, hogy szeretném a szerkesztőnek odaadni a Vadonat műsor, jó, oké, írj el a telefonszámot, és aztán meg visszahívnak mondjuk egy-két hét múlva, hogy akkor lejátszanak. Szóval azért én ezt szeretném, hogy ez így maradna és megbecsülni, és ez a pangás, amit mondtál, ez így maradna. mert tényleg, tehát komolyan, én ezt nem látom. Biztos, hogy vannak olyanok, ami nem olyan, mint mondjuk x évvel ezelőtt, vagy mondjuk két évvel ezelőtt, de na, én valahogy, én is hallgatom a rádiót, meg hogy csak szól, de én ezt valahogy nem érzem. Az tény, hogy például vannak olyan régebbi zenekarok, tehát már ilyen 10 éves zenekarok, akiket például játszottak még régebben, most meg már nem. Mert hogy már nem tudnak olyan, nincs bennük újdonság. Vagy nincs bennük olyan érdekesség, ami esetleg felkeltené valakinek a figyelmét, mondjuk a szerkesztőknek, vagy nem. Hát most mit mondjak? vagy, mivel már régiek, ezért nem férnek be azokba a műsorokba, ahol viszont az új zenekaroknak próbálnak teret adni, például abban a vadonatban, vagy azon a talpra, vagy az nem tudom. És ezért ott mondjuk, tehát így a városban így igen össze szoktunk futni olyan zenészekkel, akik már 10 éve nyomják, és így mindig mondják, hogy jaj, de jól megy nektek, meg minden, meg ti azért, ti vagytok az Intimtorna illegális, nektek milyen könnyű, és hogy ők 10 éve játszanak, és mégis így, tehát hogy még régebben játszott őket a Petőfi, de most már nem.
és régen ők megkapták az esélyt. Tehát gyakorlatilag én azt láttam, hogy minden zenekar megkapja az esélyt, minden induló zenekar. De hogyha egy zenekar mondjuk 2-3 év alatt nem tud felmutatni olyat, hogy az, és közönségről beszélek, tehát olyat, hogy így, hogy legyenek emberek, akik azt mondják, hogy úristen, imádom ezt a számot, hangerőt rá, ha ilyenek nincsenek, és nincsenek olyanok, akik elmennek a koncertre, és ezt még korábban mondtam, hogy vannak ilyen fantom zenekarok, akiket játszanak, de nem megy el senki rájuk. És valaki, például van olyan is, aki csak egyszer-kétszer játszik mondjuk a Petőfi Rádió, és így mondjuk csinál 3000 embert egy Budapest parkban, és azok az élő dolgok. És hát igen, vannak ilyen idősebb arcok, akik nyomják ezt az életet, és még mindig bíznak abban, hogy egyszer majd nekik is lesz közönségük. De hát mindennek megvan az ideje. Tehát mindenkinek megvan az ideje, és hát most az Intim tornának, meg a Brainsnek, meg ezeknek van itt az ideje, és ennek kell örülni. Úgyhogy Petőfi Rádió, rock and roll. Mi lesz veletek 10 év múlva, kiöregedtek-e? Én biztos nem fogok kiöregedni. Kizárt, hogy kiöregedni. Nem fogunk kiöregedni. A kedvenc minden van a bicikli. Most leszettem a sárhányot a bicikliről, még könnyebben fel tudok tekerni a normafára, úgyhogy tök király. Még így is 25 perc, és utána mindenem fáj, de nem tudom feladni. Úgyhogy amíg bírunk menni, és amíg tudunk, tényleg fel tudunk ülni a biciklire, mondjuk mostanában vannak, akik motoroznak, de ez rá... De ez csak mostanában, de ilyen van biciklis. Úgyhogy amíg bírjuk szusszal, addig fogjuk csinálni. Meg hát nyilván az attól is függ, hogy meddig leszünk kreatívak, és meddig lesz friss az agyunk. Vagy lehet, hogy pont az segít, amikor nem friss. Állítólag így másnaposan még jobb szövegeket lehet írni. Amikor az embernek így az egyik agyféltek ilyen kikapcsol, és csak a másik működik, és hát természetesen az nem a logikus rész, akkor talán még jobban lehet alkotni. Hát remélem nem esünk bele ebbe a hibába, hogy már csak akkor működjenek a számok, hogyha be vagyunk piáva vagy drogozva, hanem így tisztán. Tehát tisztán és szabadon fogunk majd új számokat írni. Hát fizikailag meg szerintem a Rolling Stones a cél. Tehát amíg ők jelenleg, baszki, én addig zenélni fogok, azt tudom. Még egyet. Hogy szerintem azt elmondhatom, hogy amíg élvezzük, meg amíg használ, amíg van szó, addig biztos, hogy csináljuk. De azért itt a titok tényleg az, hogy amíg mi szeretjük ezt csinálni, és amíg nekünk tényleg örömet okoz minden egyes koncert, vagy minden egyes munka, vagy mindegy bárminek nevezzük, mert azért ez mégiscsak nekünk az életünk, meg azért mi ezt szeretjük a legjobban csinálni az életünkben, addig mi ezt csináljuk. És egyébként abban a pillanatban, amíg nem okoz örömet ez, vagy éppen úgy érezzük, hogy ez nem olyan, akkor szerintem abban a pillanatban abban is hagyjuk. Én nem látom ennek a végét, hogy mikor, de hogy szerintem alapvetően, és ezt egyébként lehet ideig, óráig húzni, de ezt a közönség pillanat alatt észreveszi, hogyha mondjuk egy zenekar, vagy bármilyen egyébként előadó szerintem már nem az, aki. És akkor szerintem akkor ez annyi, de ez minket nem fenyeget, mert minden egyes másodpercet kielvezünk, meg élvezünk is. Nem akarunk mi semmiképp sem negatív jövőképet festeni. Egyre... Ez jó kérdés volt szerintem. Ja. Egyre viszont kész akkor az első. Tízből egy. De egyre viszont nagyon kíváncsi vannak, és milyen állapotban született a Vágjál a lyukat a kertbe című dal, Szörge. Ez egy jó kérdés. Igen. De te mondom, délután 3:30 jobbról süt a nap. Tehát meg úgy van, hogy keletre néz a kéró. És akkor itt délről megy így a nap, ugye nyugat felé, és ott sütött be, és akkor van ez a nagyon fasz a kis nylon gitárom, és azzal így csináltam ezt a démot. És megvolt ez a 4 akkord, és akkor jött az, hogy megjelenjük a kedva, ez gyakorlatilag beugrott. Ez annyira beugrott, hogy így néztem, annál... Ez most volt beugrott? De az a vicces, hogy egyébként a születés volt a cél, tehát a születésről akartam írni egy dalt. A születésről, érted? És azon belül, hogy azt láttam ott a gyermeket, az anya hasában, az ilyen irodalom. Igen, az anyjában.
láttam, ott volt, tényleg láttam, tényleg ott volt, és hogy ez az egész dolog, ez a víz ölelte körül. És mindegy, ilyen nagy szóval pont a születés pillanat, ez egy ilyen nagy feszülés. És akkor a nagy feszültség, meg ez az egész, ahogy így megszületik, és akkor hogy az anya így utána megszületik a gyerek, és akkor közben hogy ez az egész így megszűnik, ez a belső feszültség, akkor az egész így átváltott egy ilyen nagyon durva vízióba, mert közben akkor ez ment az agyamba, és még mindig jobbról ugyanígy sütött a nap, csak jobbról, meleg volt, aztán sört ittam, és egyszer csak ez volt, hogy ez pont olyan, mint hogyha valakiben rengeteg érzelem van, és akkor ez a rengeteg érzelem, legyen az pozitív vagy negatív, az egyszer csak ki kell törnie. És akkor ezek a könnyeken keresztül születnek meg. Belekérdeztél egyébként, elkérdeztél. És most őszintén válaszolok. Szóval a könnyeken keresztül születik meg, és közben a fejemben volt az, akkor arra beugrott az, hogy a Boys Don't Cry, ez a Cure című szám, és akkor na jó, akkor nehogy már ez legyen, hogy Boys Don't Cry, akkor legyen Cry, tehát a boysok is cryoljanak, és akkor sírjon mindenki, hogyha esetleg olyan érzése van, hogy sírhatnék ki magam, mert annyira boldog, vagy annyira szomorú, és akkor engedje ezeket a... Ez egy ilyen engedd el dolog. És akkor először a születés az úgy indult, hogy vágjáljuk a anyádba, de aztán vágjáljuk a kádba, mint... Az annyira durva volt, hogy gondolta ettől mindenki. Tehát ez biztos, hogy feláll a hátán a szél, még nekem is ijesztő volt. Úristen, mit csinálsz? Igen, tényleg, meg is ijedtem magamtól. Akkor volt az első alkalom, hogy arra gondoltam, hogy pszichológushoz fogok járni. Ez aztán később. Be is követ. Valóra is meg. 15 és szóval a vágányokat a kárba az így született. Tehát ez a rengeteg dolog, ezt most úgy kell elképzelni, hogy változás állt be az erőbe, és ez egy ilyen 3 másodperc alatt zajlott le. Ez olyan, mint amikor az ember látja, hogy kimegy elé a kutya, de fékezel a biciklivel, de már tudod, hogy úgy fogsz elrepülni, mikor becsapodsz, hogy a lábaidat felhúzod. És akkor, igen, és ez 3 másodperc alatt lezajlik, de neked olyan, mint hogyha körülbelül egy órán keresztül tartott volna. Na, ez pont olyan. Így született a vágjuk a kárba című sor. Esetleg van még kérdés? Ne visszadom. Kérdezzetek. Többet is lehet kérdezni, nem csak egyet. Igen. Azt mondtad, hogy a tudatból egy embernek van külön munkája. Egy embernek van még külön munkája a zenekaron kívül, és többiekre csak a zenekarból éltek. Vagy mivel foglalkoztok amúgy? Mit csináltok? Hogy telik az élet? Nincs egy zenekaros embernek. Azért. Csak azért, hogy tudják. Induljon ki. Én dolgozom mellett, hogy mondták a srácok. Nem fogom elcsitálni, hogy hol, nekem van igazából. BKV. Rúd! Így van. Van egy rúd, amit így feldobok éppen, melyik téren járok, és akkor ott azon táncolok. Nem, de nekem van igazából komolyabb állásom is, és oda bebejárogatok. Amikor bemegyek. Komolyabb! De hát erről bőve nem hiszem, hogy kellene valamit mondanom, de inkább a többiek az érdekes. Te vagy, azért te vagy! De nincsen. Nincs itt mondanunk. Ezt csináljuk. Igen, akkor. Tényleg úgy, hármunknak nincs más állása, az Intim Torna jelenleg az állása. Aztán jelenti meg, mert hogy Jencének hívjuk amúgy, zenekaron belül most elszól. Rendes. Szóval mi próbálunk, dolgozunk, agyalunk, meg nem tudom, 0-24-ben sokszor, és ez a családunk. Igazából annyi időt töltünk egymással, hogy a családunkkal nem töltünk ennyi időt, mint így négyen. Tehát a nyáron például most elindultunk, tegnap koncerteztünk Várpalotán, aztán ma itt vagyunk, holnap megyünk Debrecenbe, aztán Kolozsvárra, aztán megyünk vissza hétfőn
és aztán kedden Pesten van koncertünk, tehát így 4-5 napokat sokszor egyfolytában megyünk. És a családra meg így jut idő, amikor jut idő, és aztán megpróbáljuk bepótolni, amikor nincs koncert. De akkor, amikor nincs koncert, akkor meg próba van. Vagy fotózás van, vagy megbeszélés van, vagy bármi igazából. Szóval azért ez egy elég komoly munkahely. Sokan tőlem is megkérdezik, így barátok, amikor így összetálkozom valamilyen gimis osztálytársammal, és hogy te zenélsz, de hogy mit csinálsz? Hát mondom, hát zenélek, hát, de hát hogy, hát tudod, az Intim Torna. És így nagyon nehezen hiszik el ezt, hogy egy zenekarból most nem csak, hogy meg lehet élni, hanem hogy ez annyi munkát, vagy hát annyi elfogadtsággal jár ez az egész, hogy ez egy teljes embert kíván. Hogy emellett nem tudsz elmenni dolgozni, hanem hogyha olyan komolyan próbálod csinálni, mint ahogy csináljuk, akkor abban tényleg bele kell adni apait, anyait. Például az Ádám az ott szokott dobolni egy csomószor így. Mire oda megyünk a próbaterembe, addigra már vagy össze van pakolva a cucca, vagy nem. Ez is lényegtelen. De például ott szokott maradni, és akkor gyakorol. Gyakorol, és nyomja ezeket a 2-4-eket. Egyébként, akinek a legtöbb melója van a zenekar, az a Sanyi, mint ahogy hallottuk, ő az anyja és az apja egyben a zenekarnak. Ezt még így nem foglalta össze senki, de nem látta, ez neked kell, ez neked volt a feladatod ma. Az Ádám egyébként mindent elmondott arról, amit én is elmondtam volna. Esetleg Sándor, van-e hozzáfűzni valóda azt, hogy mennyi mindent csinálsz a ilyen nappal? Nem. Csak annyit szeretném mondani, hogy képzeljétek el azt, hogyha mondjuk dolgozol egy munkahelyen, tegyük fel. És mondjuk jobb esetben 8-ra kell bemenni, nem reggel 6-ra, de 8-4-ig dolgozol. Délben vagy 11-kor azt mondod, hogy hát főnök, lelépek, mindjárt jövök, elmegyek próbálni. 4-kor visszamész, de már nincs benne senki, oké. Okay. Másnap ez a hétfő, másnap kedden, főnök, ki kéne ugranom, mert tudod, van az a zenekar, szer. Le kéne lépnem, mert tudod, fesztivál szezon van, jövő héten már nem kell jönnöd, jó? Tehát, hogy szóval azért vannak ilyen egy-két napok mondjuk a héten, amikor tényleg mondjuk nincs mit tenni, de éppen ahogy az Ádám mondja, próbálunk. Ha meg amikor meg mondjuk ilyen 4-5 napos ilyen mini turné után hazérünk, akkor még nézünk ki a fejünkből mondjuk szerdáig. Tehát úgy vagy mondjuk, hogyha kedden hazérünk, akkor csütörtökig, de aztán pénteken meg már megint ülünk be a buszba és megyünk tovább. És aztán amikor mondjuk nekem meg marad időm, akkor meg laptoppal, meg mindenféle telefonnal a fejembe ültetve, akkor azzal mászkálok, és akkor ezt csináljuk. Tehát, hogy nagyon másra nincs időm, mert tényleg hát azért ezt úgy kell elképzelni, hogy a zenekaron kívül az a sok háttérmunka, azért az tényleg, tehát az, hogy tényleg alapjában véve a busz meglegyen, hát ezek nem mutatnak titeket, tehát hogy a háttere az meglegyen, azért az, tehát az tényleg azt létre kell hozni, és akkor ezt egyébként, ez mondjuk engem lefoglal, tehát hogy én alapvetően nem is lenne időm arra, hogy esetleg már az agyam is máshol járjon, tehát nem is mással foglalkozni. Ja, nekem van egy ilyen interjús sztorim, már nem ilyen interjú, hogy köztünk, hanem állásinterjún voltam a Cvakunikumnál, és felvettek a marketingesnek, és így telefonáltak, hogy na, akkor tök jó, téged vettünk föl, tök király, kiválaszt 100 ember közül, mikor tudnál jönni? Hát holnap nem tudok, meg koncert van, azután is, mikor? Hát egy ilyen 12 nap múlva, de akkor is csak 3 napig. És akkor ott derült ki végérvényesen és örökre, hogy most vagy zenélni fogok, vagy nem. Tehát az, hogy az ember folyamatosan mondjuk tudjon énekelni, az gyakorolni is kell minden nap. Minden nap, meg gitározni is gyakorolni kell minden nap. Tehát, hogy fizikailag fel kell készülni a szervezetnek arra, hogy valaki egy óráig vagy másfél órán keresztül, 5 vagy 6 napon keresztül folyamatosan énekeljen, és azt nem lehet egy munkahelyen megcsinálni 8 és 4 között. Tehát ez csak úgy megy, hogy el kell dönteni, hogy az ember elmegy egy munkahelyre, akkor nincs ideje arra, hogy fejlődjön, vagy éppen feltartsa azt a szintet, amit már éppen elért. És hogyha most itt valaki, mondjuk a Sanyi elmenne dolgozni, mert úgy döntene, hogy ott mondjuk többet keres, vagy nem tudom mi, vagy tényleg a pénz a legfontosabb,
akkor az zenekar nem tudna úgy működni, ahogy most működik, mert minden egyes láncszemnek tökéletesnek kell lennie. Hát ugye ez olyan dolog, hogy mindenkinek bele kell adnia a folyanyait minden egyes pillanatban. Akkor is, amikor reggel 12, vagy reggel, hát igen, nálunk 12-kor van reggel, mert körülbelül ilyen reggel 4-re érünk haza egy-egy koncert után. Hát, hogy meg kell jelenni 12-kor, és oda kell érni, hogyha valaki elkésik, akkor borul a rendszer. És mondom, hogy ez nem csak a négy önmunkája, illetve hát jó a négy önmunkája, de hogy egyébként az összes többi embernek is oda kell érnie. Most is van olyan srác, aki nem tud eljönni velünk Romániába, mert nincs útlevele. És azért nincs útlevele, mert elfelejtette megcsináltatni egy évvel ezelőtt is. Szóval ezek meg mindig aznap derülnek ki, és ezeket a dolgokat mindig meg kell oldani. És ilyenek mindig vannak. Mindig vannak, mert ezek nem vagyunk gépek, mi is emberek vagyunk. Nyilván mindenki megpróbálja 100%-ot hozni, de hát nem mindig sikerül. Nem mindig sikerül. Csak ehhez azt szeretném, mielőtt bármelyikötöknek feltűnne, hogy Romániában már nem került levél, és mindenki ezt mondta. De ez tök jogos, hogy egyébként én is azt mondanám, hogy útlevél, de ugye aki jött volna most fényes, hívott, hogy te Sanyi, hát hiszen nem is kell útlevél, hát tudom, hogy nem kell, de személye sincs. Tehát, hogy semmilyen okirata nincsen. És... 98-ban. Tehát, hogy ilyen ország meg még nem tudom, hogy... Tehát, hogy uram, valamilyen... Hát nincsen, oké, mehet. Tehát, hogy... Hogy hívják, Béci, jó. Nem, jó, szó, jó, mindegy. És akkor most tehát, hogy szóval ilyenek bebecsúsznak, de hát azért próbáljuk ezeket megoldani. Van-e kérdés? És akkor tegyük hozzá, hogy a milliónyi tevékenységetek mellé még arra is időt szakítotok, hogy válaszoljatok nekünk az interjú kérdéseinkre még e-mailben is, ami egyébként megtalálható, majd nem tudom, láttátok a Márdának, a Vadalmának van egy nulladik napi kiadása, színes vaskos brozsúra, és ebben benne vagytok. És ebben az interjúban nekünk azt ígértétek, hogy nem kíméltek minket a koncerten. Meséljétek még, hogy milyen lesz ez a koncert. Ezt meg kell érni. És egyben az utolsó kérdés, akkor utána elgyed. Nem megyünk mi sehova. Hát a mai koncert az ugye így elvileg 90 perces lesz, de lehet, hogy hosszabb, ezt már lehet tudni ilyenkor, egy ilyen felfokozott hangulatban. Hát az Intim Torna illegálról, nem tudom, itt volt már, aki mondta, hogy itt már volt egy csomó koncerten. És hát ugyanaz az őrület van mindig. Ugyanaz az őrület van, abból soha nem adunk lejjebb. Mindig megpróbáljuk megugrani saját magunkat. Nagyon kemény. Tehát, hogy az egyik, remélem, hogy nem fog szétesni a cucc, vagy szeretünk nagyon hangosan játszani. És tegnap az Alfa Fesztiválon elértük a fájdalom küszöböt. Tehát mondta a keverősünk, hogy annyira hangosan szólt az zenekar, hogy elkezdett fájni a füle, pedig ő egy olyan 100 méterre van így a színpadtól, és azt mondta, ha neki fáj, akkor mi lehet ott, akik közel állnak. Ez az egyik dolog. Ti is mondjátok valamit. A másik, amit ő mondott volna... De elmondod! Iszonyatosan fogja ütni a dobokat, vagy van egy ilyen bubing a dobja, amiből aztán csak 5 darabban a világon, vagy valami ilyesmi. És bazi jó hangja van, és ez ő annyira inspirálja, és olyan szerelemben van az ő saját hangszerével, hogy így egyszerűen így egy ilyen... Egy óra dobszóló. Igen, egy óra dobszóló lesz, és csak utána kezdődik majd a 90 perces koncert. Nagyon jó. Hát, köszönöm, Sanyi. Biztos, hogy akarsz? Egy, mindent elmondani. Igen. Ezen kívül, mivel még a fényesünk az ugye el tudott jutni ide, ez egy nagyon nagy öröm nekik is, hogy a fényekkel is nagyon sokat szoktunk variálni, úgyhogy aki kicsit így hajlamos az ilyen... Igen, fényérzékel. Aki fényérzékel, az napszemüvegbe jöjjön, mert elvileg, hogyha vannak stroboszkópok, azokat mind rá fogjuk uszítani a közönségre. És hát az nagyon kemény dolgokat tud művelni, főleg egy ilyen másnapos időszakban. És ha jól tudom, akkor itt már mindenki meg másnaposnak kéne lenni. Ugye? Én egy kicsit, ilyen félnapos vagyok. Igen? Ez már? Jaj, akkor jó, akkor ez már nyugis. Valaki vasárnaptól itt van, és zúzza magát? Oh, Jesus.
Viszont láttam a színpadot, az sokkal jobb ez a színpad, mint a tavalyi. A tavalyi az lejtett és vizes is volt. És amikor próbáltam, hogy léptem ki, ez volt. És akkor így léptem, ilyen még volt rajta valami, nem? Valami gumi vagy, ez volt? Nem volt rajta gumi? Ez lejjebb volt. És akkor így elkezdtem becsúszni így a közönséget. De ez most nem így lesz. Tudja, hogy fennmaradok. Biztos vagyok benne, hogy nem fog leesni. Van még kérdésed? Egyébként lehet kérdezni meg, sértegetni is lehet nyugodtan. Valaki elkezdődik. De csak ő. Szeretek. Nincs ilyen? Senki nem akar sértegetni minket. Jó van. Nagyon szépen köszönjük, mi most akkor kikapcsoljuk a mikrofont, lehet, hogy úgy fogtok kérdezni. Ha ti, hogyha akartok, akkor maradjatok itt még velünk további beszélgetésre, hát ha lesznek kérdések. Pedig nem, akkor nagyon sok sikert kívánok nektek felkészüléshez a koncerthez, és a jövőben is minden máshoz, az új dalokhoz és az új további koncertekhez. Köszönjük szépen, köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük, hogy eljöttetek! Köszönjük szépen, mi készültünk egy kis meglepetésen nektek, remélem elfogadjátok tőlünk, hogy a Peti messzeről táncol, de ezt mind nekünk vannak ilyen intim tónás karkötőink, szeretném mindenkinek egyet adni, hogy elfogadjátok tőlünk sok szeretettel. És köszönjük szépen, hogy itt voltatok.